2024 első hónapja már is egy izgalmas címmel hívogatott minket a mozikba, hiszen a Road Black Horse és a Breeze McGuire 2014-es elismert a rövid filmjét vették alapul, amely az Éjszakai Merülés címet viseli. A történet szerint 92-ben egy fiatal lány egy éjszaka kimegy a családi medencéhez, hogy elhozza a halálos beteg bátyja hajóját. Miközben megpróbálja megszerezni a kis csónakot, valami a medencében a víz alá húzza. Több esztendővel később az elátkozott medence ismételten áldozataira vár, miután a ház új gazdára talált. A film új erőt szeretett volna belevinni a horror műfajába, emet dicséretet érdemlős egyedi koncepcióval, azonban nem sikerült hibátlanra, sőt egyszer né nézős horrornak is nevezhető az éjszakai merülés. Az alkotásnak adottak voltak a jó alapok, hiszen nem csak egy elismert rövid film alapján készült, hanem olyan nevek alkotják a szereplőgárdát, mint Viet Russell, aki tudja a monárka szörnyekhagyat Éptából, vagy a solyam esetél katonájába is herhetünk, illetve Kerry Cordon, aki ugye a sziget szellemeiben eléggé maradandót alkotott, és nagyon-nagyon jó mellékszereplő volt, és nem mellesleg a gyermekszínészek is olyan tartalmakban szerepeltek korábban, mint a Fear the Walking Dead, vagy az Éhezők viadala legújabb része, amit nem akarok elmondani, mert amire elmondom, végül lesz a videónak olyan hosszú címe. Továbbá az éjszakai merülés produceri közt olyan nevek olvashatóak, mint James Wan, aki ugye a fűrész rendezte, illetve a démonok között filmeket, és Jason Blum, aki a fekete telefont és a Halloween filmeket, tehát valóban sok erős elem megvolt az, hogy maradandónak nevezhetjük ezt a filmet, azonban ez nem mindig garancia, ugyebár az Amsterdam, ezt mindig emlegetni fogom, amikor híres neves emberek állnak a projekt mögött, legyen az rendező, vagy színész, vagy producer, vagy bárki. A színészekről elmondható, hogy jó játékot tettek le az asztal, és szerethető volt az összes karakter. Ez különösen a gyerekekre volt jellemző, mivel ők általában, főleg a horrorfilmekben, teljesen jelentéktelenek, haszontalanak és idegesítőek. Viszont az előbb felsorolt jelzők szöges ellentéteket figyelhetjük meg itt a film során. Továbbá lehet értük aggódni, és amikor beírtak a akkor bizony borzasztóan féltjük őket. A történet talán jobban túl van nyújtva a keletén, és valóban egyszer nézhetős darabnak nevezhető. A film bármennyire is horror, inkább a feszültség jellemzőre, mint az ijesztőség. Azonban amikor félni kell, akkor tényleg összeszarjuk magunkat, mert eléggé hátborzongatos és hidegrázós a film, és nem kell tőle csodát várni. Egy egyszerű horrorfilm, amely egy pazar ötlettel próbált meg újdonságot mutatni a zsánerben. Szóval összességében az éjszakai merülés egy dicsérendő próbálkozás a horror műfajában, azonban nem fogja megváltani a világot. Viszont ez a videó ennyi lesz volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett az éjszakai merülés, addig is a like feliratkozás, megosztás, szuper csatorna csatornatagság is, mert az nagyon menő dolog, legközelebb találkozunk. Szevasztok!